Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 23. adásában. Bibók Barbara vagyok. Valgahéviz lakói jótékonysági rendezvényekkel színesítik az adventi időszakot, és a közelgő falu karácsonyra is meginvitálja önöket a község polgármestere. Köszönhetjük vendégeink közt Vanuné Jutkát, a Gondolkodás Móka Játékklub vezetőjét, ízelítőt kaphatnak a domonyiak ünnepi készülődéséből is, melynek során egy támogpályázatra is időt szakítanak. És ismét találkozhatunk Antal Ágnessel, akivel ezúttal adventi tálat fogunk készíteni. Tartsanak velünk! Galgahéviz lakói az adventi készülődés mellett a jótékonyságra is kellő időt szánnak. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Manu Andrást, Galgahéviz polgármesterét, illetve Darnyik Antalnét, a Galgahévizi Művelődési Ház vezetőjét. Köszönöm, hogy elfáradtak hozzánk mai adásunkba. Polgármester úr, a közelmúltban egy jótékonysági estet szerveztek Galgahévizen. Méghozzá, ha jól tudom, akkor a galgahévizi intézmények javára. Hogyan zajlott ez a jótékonysági est? Milyen ötletből indult ki a megmozdulás? Köszöntelek, Barbi, köszönöm a meghívást és a tévénézőket is. Minden évben szoktunk jótékonyságot, estet, jótékonysági bált tartani. Volt a tavalyi évben, hogy kimaradt, de úgy gondoltuk, hogy a két intézményünk megérdemli azt, hogy a részükre a műszaki felszereltség és egyéb olyan tárgyi eszközök javítására legyen egy kis plusz bevételük. És gondolva egy nagyot, meghirdettük. A két intézmény az óvoda, Csemetekert óvoda és a második Rákóczi Ferenc általános iskola. És a vezetőkkel megbeszélve, összefogva úgy gondoltuk, hogy akkor ez az este jó, szabad a ház, lehet jótékonysági bált rendezni. Sikerült a zenekarral megegyeznünk, ő is szabad volt. Melyik és elkezdtünk játszott? Szervezni. Choresznek a zenekara játszott, és a két intézmény vezető értesítette a szülőket, hogy bál lesz, milyen jegyeket és hogyan lehet megkapni ezt. Volt támogató jegyünk, volt vacsora nélküli jegyünk, és volt vacsora jegyünk. És hát eljött az este, és megtartottuk a bált. Milyen hangulatban telt el ez a bál? Nagyon kellemesen. Amikor ide érkeztem 8:30-re Váczent Lászlóról, mert ott egy színházi előadást néztem, mondom, nem vagyunk olyan sokan, mint szoktunk, de aztán gyorsan betelt a ház, és el is kezdődött a bál. Nagyon kellemes hangulattal, tényleg nagyon kellemes társasággal, szenzációs ajándékokkal, mert ugye tombola tárgyi reményünk is volt, és itt egyben szeretném is megköszönni mindannak a felajánlónak, aki ezt lehetően adta nekünk, és szinte elképzelhetetlen volt számomra, hogy önzetlenül és ennyi ténylegesen nagyon drága és értékes tárgyreményeket tudtunk adni, és nagyon jók voltak az emberek, mert sok tombolát vásároltak, úgyhogy érdemes volt értékesíteni. Hogyan alakult a bevétel a támogatói jegyek kapcsán, illetve a felajánlásokból, ami esetleg még ehhez kapcsolódott? Hát a teljes összegzés még nincs meg, de úgy néz ki, hogy a két intézmény között 400 000 forintot tudunk elosztani. Tehát én úgy gondolom, hogy 130-140 ember, aki itt volt a bálba és igazándiból részt vett ezen az eseményen, azon felül, hogy jól érezte magát, érezhette azt is, hogy segített ezeken az intézményeken, de nem csak ők adtak. Tehát azért azt mindenféleképpen meg kell említeni, hogy nagyon sokan voltak olyanok, akik csak támogatói jegyet vettek, és a bálba nem tudtak, nem szerettek volna úgymond részt venni, mert akármilyen elfoglaltságuk volt. És még ezen kívül is el kell azt is mondani, hogy nem csak a galgahévízi emberek segítettek, hanem olyan emberek is jönnek és felajánlják ilyenkor a segítséget, akik elszármaztak Galgahévízről, és amikor megtudják, hogy ilyen jellegű bájaink vannak, vagy jótékonykodni kell, akkor egyből telefon szólnak, és jönnek, hogy ők is szeretnének segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó este volt, és a pénzösszeget látva is azt hiszem, hogy máskor is meg fogjuk tartani ezt a bált, mert nem kevés. Megvannak már a konkrét célok, hogy egész pontosan mire lesz ez az összeg fordítva? Én úgy gondolom, hogy rábízom az intézmény vezetőkre. Ők tudják, hogy az intézményen belül mik azok a fontos eszközök, javítandó eszközök, vagy akár vásárolni vágyó eszközök, amire szükségük van. Ők el fogják dönteni,
meg fogják venni. Biztos tudom, hogy nem olyan eszközök lesznek, amit nem fognak a gyerekeink élvezni vagy hasznosítani. A két intézményvezető nagyon jól végzi a dolgát, nagyon jó intézményt vezetnek. Én nem hiszem, hogy félnem kéne attól, hogy ez a pénz rossz helyre fog kerülni. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a karácsonyi ajándék egy részét már megkapta a Galgevízi óvoda és az általános iskola. De ezzel párhuzamosan ugye folyik az adventi készülődés is, ami hagyományosan mindig így történik Galgahévízen. Margit nénit szeretném kérdezni, hogy hogyan is zajlik ez az adventi készülődés, hogyan készülnek a galgahévízi lakosok karácsonyi jövetelére? Szeretettel köszöntelek én is, Barbi, és kedves tévénézőinket. Hát ugye minden hónapnak megvan a maga ünnepköre, ugyanígy a karácsonynak is, és ez az advent az előkészület jegyében zajlik. Ugyanígy most már 20 éve, hogy ez egy, mint hagyomány, működik itt Galgahévízen. Ugyanúgy elszoktuk a gyerekekkel ezt végezni, meg a felnőttekkel is. Az advent, ugye a készülődés, a szívünkbe való bezárása Jézusnak, Jézus születésének az ünnepe. Ezt ugyanúgy, mint otthon, családon belül földíszítjük lakóházainkat, és szívünkbe próbáljuk fogadni a szeretet ünnepén Jézust. Ugyanúgy itt Galgahévízen is a művelődési házat ugyanúgy felkészítjük ki, dekoráljuk, fenyőágakat rakunk ki, megcsináljuk az adventi koszorút, meggyújtjuk rajta a gyertyát. Ennek a jegyében szoktuk minden advent első vasárnapja előtt a gyerekekkel ilyen adventi díszkészítő délutánt rendezni, amire nagyon szívesen jönnek a gyerekek, és legfőképpen azt szeretném itt említeni, hogy a szülőkkel együtt, ami nekem nagyon jó érzés, hogy nem csak egyedül az a szülő készül az adventre, a karácsonyi díszkészítéskor, hanem bevonja a gyereket is, és öröm volt nézni tényleg a szombat délutánon, hogy a szülő a gyerekkel együtt készítette az ajándékot. Ugyanúgy gyerekké vált azon a két óra és két és fél óra hosszán, mint annó valamikor, mint gyermek. Hát ezen készítettünk ablakdíszeket, és ennek az volt a sajátossága, hogy piros szívecskékből és zöld kis gömbökből ilyen ablakdíszek voltak, akkor olyan, amit csillára fel lehetett akasztani, és ez természetes anyagokból, kartonból, nem egy drága ajándékot próbáltunk készíteni, hanem tényleg minél olcsóbban, és annyira élvezettel készítették a gyerekek, hogy öröm volt nézni. Valamint volt egy ilyen Mikulás ceruzatartó, amit kreppapírból és vattából készítettünk el, és a negyedik dolog pedig, az nagyon megható volt, mert 80%-a a gyerekeknek a fenyőfát választotta, és arra kis arany csillagokat raktak, kókuszreszelékből hintették be, ami a havat jelképezte nekik, és a harmadik pedig, vagy a ötödik pedig egy képeslap volt, amire fölírták, hogy boldog karácsonyt, és ami legmeghatóbb volt, hogy a legkisebb gyerek is, amint elkészítette azt a kis képeslapot, és mondta, hogy a maminak fogom hazavinni. Tehát nagyon nagy öröm volt a gyerekekkel ez a délután. Ugyanúgy szólt a zene, nem hiányzott a pattogatott kukorica, az alma, a fahéjas sütemény, tehát nagyon jól érezték magukat. Családias hangulatban, tehát abszolút. Volt, és ugye? Hát, ha jól értem, akkor nem csak karácsonyfa díszek készültek, hanem gyakorlatilag mindenféle díszítési kell, ami a karácsonyhoz kapcsolódhat, és hát egyben, ahogy említette Margit néni, ugye már az ajándékok is megvoltak, amit a nagymamának, nagypapának adnak a gyerekek. Igen. Nagyon jó hangulatú lehetett. Gondolom a további években is tervben van ez az. Ez most már igen, én 20 éve vagyok a művelődési házban, és ez 20 éve hagyomány. Próbáljuk ápolni, úgyhogy tényleg el is várják a gyerekek, hogy legyen ilyen kis délután nekik. Igen, és itt az asztalon is látható, ami szintén közös készítés volt, ugye, hiszen a felnőttek is és a gyerekek is dolgoztak. Ez azért gondolom egy nehezebb dísz volt, akár adventi koszorúként is funkcionálhat. Igen. Egy gyertyás asztaldísz. Igen, ezt a felnőttekkel készítettük, ez vasárnap délután volt. Ez dr. Bolbásné Csányi Anna segítségével készültek ezek a gyönyörű tálak. Itt is a felnőttek tényleg a legfantasztikusabb dolgokat kitalálták, a természetes anyagokat használták, a tobozok, szárított gyümölcsök, akkor kis golyócskák, akkor makkot, tehát nem törekedtünk arra, hogy ilyen mesterséges műanyagokból készítsük el ezeket a kis díszeket, hanem ezek a természetes anyagok. És itt szeretném még megköszönni az előzőekhez, a
gyerek készítéshez, hogy nagyon nagyban segítette Sukaj népbe a Kölesné földes Tímea, és a Hévíz Györkről a Palánta napközi otthonos óvoda vezetője a Bazán Betti. Úgyhogy köszönetemet szeretném nekik kifejezni, hogy segítettek a program lebonyolításában. Hát egy egész kis szervezőcsapat gyűjt itt akkor össze. Igen. Ehhez a rendhagyó ajándékkészítéshez, amiben most felnőttek is szerepeltek, de ugye ahogyan ez is hagyományos motívum, a karácsonyi ajándékkészítés, illetve díszkészítés, emellett a Galgevízi falu karácsony is egy hagyományosan megrendezésre kerülő, nagyon kiemelkedő jeles napja, egy fénypontja a galgahévízi éveknek itt Kicsinyfalunkban. Polgármester úr, kérem, meséljen nekem egy kicsit erről a hagyományos rendezvényről. Hát ahogy Margit is említette már, ugye galgahévíznek van egy nagy jelentősége, hogy szereti az ünnepköreit megünnepelni, és ezt tartjuk is. Ilyen alkalom a falu karácsony minden évben, ami ténylegesen nagyon-nagyon nagy sikerrel volt, és remélem, hogy a későbbiekben is lesz. Itt a falu apraja nagyja ugyanúgy, mint egy farsangi ünnepkör bemutatkozik, akkor a maga jellegével, most természetesen advent karácsony időszakban a karácsonyi műsorokat fogják előadni a táncos gyerekeink, a hagyományőrzők, és minden olyan fellépő, aki még ezen az esten részt vesz. Nagyon nagy öröm volt számomra, hogy amikor ezt így meghirdettem, mert ugye nem csak, hogy rendhagyó módon falu karácsonyt fogunk tartani, hanem az Aszódi Rendelőintézettel kapcsolatos problémák, bonyodalmak enyhítésére egy jótékonysági est is lesz egyben délután. Ugyanis Iklattól Galgahévíz vette át a stafétát ennek szervezésében. Így van, szombat... tehát két hete szombaton vettük át a stafétát, és a Legyen Ön is Szívügye Alapítványnak a segítségére szeretnénk jönni ezzel, hogy egy délután, egy közösségi napon, egy közösségi esten tudjuk nekik oly módon segíteni, hogy a támogatói jegyek ellenértékével az alapítvány működéséhez hozzájáruljunk. És ami a nagy öröm volt az, hogy amikor mi ezt meghirdettük, és mi tudtuk, hogy Galgahévízen nagyon jó csoportjaink vannak, jelentkeztek a régiek. Tehát jött a Csikó Tojás Társulat, aki most fel fog lépni ezen a karácsonyon. Azon kívül Galgahévíz volt művelődési házigazgatója, a Mészáros Zsuzsi annó csinált egy gyermekszínjátszó csoportot, és ez alkalomból ők is fognak szerepelni ismételten ezen az esten. És István Viszló Pisti, ugye operaénekesünk itt lakik a faluba, ő is részt fog venni, úgyhogy bízom benne, hogy egy olyan szép délutánt, egy szép estét fogunk tudni mutatni a Galga mentén élő embereknek, hogy hozzá fognak járulni továbbra is, hogy az Aszódi Rendelőintézet fennmaradjon, hogy egyáltalán az egészségügyi kormányzatunk ugye majd elgondolkozik, hogy mégiscsak ez a Galga mente és 38.500 embernek az ellátásáról biztosított rendelőintézet ne szűnjön meg és továbbra is maradjon. Mindenféleképpen úgy gondolom, hogy a feladatunk az egészség megóvás. Az embereknek ezt is nyújtanunk kell. Éppen ezért önkormányzatunk is csatlakozott ahhoz a dologhoz azon kívül, hogy ezt az estet megtartjuk, hogyha a környezetünkbe élő önkormányzatok, települési önkormányzatok képviselőtestülete az alapítvány által megállapított 80 forint per fő per hó értékben ki tudjuk gazdálkodni, vagy a 2012-es évben a költségvetésünkbe szerepeltetni tudjuk, akkor szeretnénk ezzel is hozzájárulni a rendelőintézet fennmaradásához. Hát nyilvánvaló, ez még nagyon sok mindentől függ. Az egészségügyi kormányzatnak a további dolgaitól, hogyan fogja eldönteni a járóbeteg utunkat, nem jó híreket hallunk, és ha már itt van ez az alkalom, én nagyon kérek minden galgahévízit és a környékünkön élő galga mentén élő polgárokat, hogy gondoljanak bele, hogyha Aszódot elveszítjük, mint járóbetegrendelőintézetet, akkor nagyon messzire kell mennünk, és hogyha hozzá tudunk járulni, akár mikor egy ilyen délutánon, vagy ha elmegyünk az Aszódi Rendelőintézetbe kezelésre vagy laborba, és veszünk egy 500 forintos támogatási jegyet, támogatói jegyet, akkor mennyit tudunk segíteni, és mennyivel kevesebbe kerül, mint ha el kell mennünk akár Salgótarjánba, vagy az ország bármely más területére járóbetegellátásra. Úgyhogy bízom benne, hogy fogják folytatni a környéken, és a polgármester kollégáim érzik annak a súlyát, hogy mennyire fontos. Nem csak azért, mert
a rendelőintézetet szeretnénk segíteni, hanem az is, hogy ilyenkor a közösségek együtt élve, együtt mozogva tesznek valamit a jó és a nagyon nemes cél érdekében. Bízom benne, hogy sikerülni fog. Bízom benne, hogy a Galgai vízi emberek itt lesznek december 18-án 16 órakor, megnézik a délutáni műsorunkat, és egybe elfogadják a szeretett vendégségünket, mert úgy gondoltuk, hogy ez mindenféleképpen a karácsonyhoz tartozik, hogy a műsor leadása után egy kis beszélgetéssel, egy közös énekléssel tovább vigyük ezt az estet. És nagy öröm számomra még az, hogy már megvan az, aki át fogja venni ezt a vándorzászlót, mégpedig Domony község önkormányzata, és ha jól tudom, akkor a februári hónapban lesz a következő ilyen jótékonysági délután. Mindenkit biztatok, hogy ezekre jöjjönek, és minél többen legyünk, és tudjunk segíteni. Polgármester urat ismerve azt gondolom, az sem véletlen, hogy éppen a falu karácsony lett megválasztva időpontban ennek a jótékonysági estnek a helyszínéül, illetve idejéül, mert hogy ugye a szeretet ünnepéről beszélünk. Igen, a társulási tanácsban erről szó volt, és ott voltak az alapítvány képviselői. Pont azon gondolkoztam, hogy hú, ne elsőnek jelentkezzek, mert ez rögtön novemberben lesz, úgyhogy már a decembert akkor ki spéciztem magamnak, hogy tudva azt, hogy nagyon kellemes karácsonyi délutánjaink szoktak lenni, úgy gondolom, hogy ez sokkal jobban fel fogja tenni a koronát arra a célra, amit kitűztünk magunk elé. És hát mikor lehetne jótékonykodni a legjobban, ha nem a szeretet ünnepén, amikor együtt tudunk lenni. Így van, és én is arra buzdítom büszke galgahévízi lakosként televíziónk minden kedves nézőjét, hogy jöjjenek, hiszen garantálhatom önöket, hogy a megszokott galgahévízi minőségi színvonalat láthatják majd ezen az estén is, nem beszélve arról, hogy párhuzamosan a szórakozás mellett segítséget is nyújthatunk a községünknek, illetve a településnek, ahol nagyon fontos, hogy az aszódi rendelőintézet járó beteg ellátását jobbá tegyük. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük a lehetőséget. Október közepén Galgahévízen kezdetét vette a Gondolkodás Móka Játékklub, melynek most szervezőit hívtuk meg stúdiónkba. Szeretettel köszöntöm Vanoni Jutkát, óvónőt, aki fejlesztő pedagógusként dolgozik a Galgahévízi óvodában. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a nézőket és téged is, Barbi. Köszönöm szépen. Kérlek, mesélj nekem arról, honnan jött ez a klub elnevezés, Gondolkodás és Móka? Miért éppen ezt a nevet kapta? Azt gondoltam, és azt gondolom is, gondolom erről, hogy a játék az bármikor egy jó móka, hogyha ezek olyan játékok, amivel még pluszba képességeket is tudunk a gyerekeknek fejleszteni. Olyan képességeket, amik később segítik őket a tanulásban, és ez persze játékos módon játszva történik a tevékenységeken belül, ők erről nem tudnak, nem veszik észre, akkor ez egy jó móka is, így lett a gondolkodás móka, hiszen a legtöbb az logikára épít. Hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen klubot szervezzél? Az ötlet az a gyereknapon, a múlt évi gyereknapon fogalmazódott meg az akkori szervezők körében, hogy jó lenne összefogni a galgahévízi gyerekeket, kimozdítani otthonról egy más közegbe, és hogyha elérjük az nagyobodásokat, a kiskamaszokat, hogy egy néhány órára kiszakadnak a hagyományos tevékenységeikből, akár a számítógépek mellől, akkor már nyert ügyünk van. Ebben partnerünk volt a Galgahévízi Művelődési Ház vezetője, Darnyikné Margitka, Földesné Timi, az Emberséggel az Emberért Egyesületnek a munkatársa, Nagy Andrea, a Galgamenti Népfőiskolának a vezetője, illetve a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi szervezetét vezető, Sukajné Böbi, aki az óvoda tatusa is. Említetted, hogy gyerekek, idősebb gyerekek. Igen. Valakit kifelejtettem, pedig ők is nagyon tevékenyek, a Palánta családi napközi részéről Mrekváné Betti, akik maguk is nagycsaládosok, mindegyik családban több gyerek nevelődik, és legkülönfélebb korosztályokból. Igen, pont erre akartam az előbb kitérni, hogy ugye korábban is mondtad, hogy különböző korosztályok vesznek részt. Ezek a korosztályok hogyan alakulnak, illetve miért olyan fontos az, hogy együtt játszanak a különböző korosztályok? A vállalkozásunknak is ez a mottója,
mivel 15 éve segítjük a családokat abban, hogy jó játékokat tudjanak választani a saját gyereküknek megfelelőt. Egy angol közmondás, hogy amelyik család együtt játszik, az együtt is marad. És ezt én nagyon fontosnak tartom, hiszen hogyha időt szánunk arra, hogy közösen játszunk, akkor sokkal könnyebb megtanulni a konfliktusokat kezelni. Sokkal könnyebb a gyerekeinkkel szót érteni, mert van egy másféle közeg, ahol nyerhetnek ők is, ahol kezdeményezhetnek ők is, ahol máshogy ülhet együtt a család. Hogyan alakul a résztvevőknek a száma, illetve milyen arányban oszlanak meg az életkorok? Teljesen vegyes, hogy akik a gyereknapon már megismerkedtek a játékokkal, azok visszatérő vendégek, tehát azok gyakorlatilag mind a négy alkalmon itt voltak, hozzák magukkal a barátokat, barátnőket. Nagyon nagy elmogatást kaptunk az óvodatolkozóitól, illetve az iskola pedagógusaitól, tehát ott is ki tudunk tenni ugye plakátokat, illetve továbbadják a hírt. Az első alkalmon 25-en voltunk, a másodikon már duplázódott, sőt 45-en, és a legkülönfélébb, tehát ott már megjelentek a 2 évesek, és 12 évesek is voltak. Hát itt már figyelnünk kell majd arra a jövő évi szervezéseknél, hogy lehet, hogy külön fogunk indítani általános iskolásoknak, illetve az óvodás és kisebb korosztálynak, hogy 2 nap fogunk szervezni, hiszen mindenkinek más az igénye. Készségfejlesztő játékokról van itt szó zömében, ha jól értem. Milyen típusú játékokkal éritek el a készségek fejlődését? Nagyon sokféle a paletta, széles az évek során, ami a leginkább maradt, az a logikum, ami a kistérségben nagyon sok családhoz eljutott már, illetve a nevelési tanácsadókban is használatos eszközé vált. Aztán olyan játékok, amiben több szinten lehet játszani. Tehát el lehet kezdeni akár 2 éves kortól, és az 5 éves gyerek is találhat a neki megfelelő nehézségi szintű feladatokat. Tehát amiket én választok, azok nem egy évre szóló játékok, hanem akár több generációt is kiszolgálnak, illetve több szinten játszhatók, mint az egyik kedvelt társas játékunk, megtapasztaltuk itt a játékklubban is, hogy együtt játszott a kiskamaszok, egész máshogy játszottak vele, mert ők már sokkal jobban értik a taktikát benne például, az előrelátást. Azt olyan társas, amiben játszhat akár a 4 éves is, mert a dobókockán csak 2-es, 1-es, 3-as, 4-es szerepel. Illetve örömet lelhet benne a felnőtt is, akár az utolsó körig. A felnőttek is részt vesznek akkor ezeken a klub délutánokon? Igen, ez a fő célunk is, hogy a gyerekekkel együtt jöjjenek a szülők, és a legtöbben ezt meg is teszik. Volt már nagymama kicsivel, voltak anyák, apák, voltak egész családok is. Ez azért is fontos, mert ha még egyedüli játék is az, amit kínálunk, vagy ami mellé leül a gyerek játszani. Tehát lehet, hogy egy személyes játék, de sokkal jobban élvezik azt, hogyha megmutathatják, hogy gyere, nézd meg, sikerült. És lehetőség van arra, hogy egészen kezdő szintről elkezdjék a feladatokat, és általában 40-50 feladat is tartozhat egy játékhoz, amivel már komoly nehézségi szintek is elérhetők. Tehát akár a nagyobb gyereknek, egy családban ugye több gyerek nevelődik a legtöbb helyen, nagyobb gyereknek ugyanúgy élmény nyújt. Vagy nagyon tetszett egy anyukának a mondása, aki ajándékba vitt tőlünk játékot, és kérdeztem, hogy tetszett, végül is örültek annak, akik vitted. Azt mondta, hogy örültek-e, anya alig várta, hogy a gyerekek elaludjanak, és ő is kipróbálhassa, és végigjátszhassa a szinteket. Kiemelnél néhány olyan készséget, aminek a fejlesztésére maximálisan alkalmasak ezek a klub délutánok, illetve ezek a játékok? Igen, a logikus gondolkodás, a kreatív gondolkodás, amin később át lehet vinni a különböző tanulási területekre. Én igyekszem olyat is választani, ahol a matematikai képességekre, illetve a geometriai dolgokra is rálátást kapnak. Aztán vannak olyanok, ahol inkább az íráskészséget, az íráshoz szükséges készségeket fejlesztik. Mindenképpen a figyelmet, ami mostanában elég sok gyereknél nagyon nagy probléma, illetve a megfigyelő képességet, mert ezeknél a játékoknál igazán nagy jelentősége van a részleteknek.
Ezek a játékok egyébként bárhol megvásárolhatóak, vagy pedig van egy fix központi hely, ahol ezeket be lehet szerezni? Több helyen elérhetők az országban már, de mégsem tucat játékok, nem azok a játékok, amikkel a reklámok tele vannak. Ebben van az egyediségük végül is. Ha jól tudom, akkor ti is forgalmaztok ilyen jellegű játékokat, már több generáció használja is ezeket a játékokat. Így van. A Logikót 15 éve, és ez is egy kisfiútól hangzott el a múltkoriban az óvodában, hogy jaj, nekem van ilyen otthon, még a bátyámé volt a bátyja, 16 éves. Ebből is látszik, hogy tényleg generációknak szólnak. Aztán, ami mellett most letettük a voksunkat, azokat pedig meg lehet nézni a klubban, és ez nyitott nem csak a galgahéviziek számára, hanem bárkinek. Galgahévizen zajlanak ezek a játék délutánok, ha jól tudom egyelőre. Milyen rendszeressége, illetve mi a pontos helyszín, ahová az érdeklődőkkel látogathatnak? Ez itt a helyi galgahévizi művelődési ház emeletén van. Egyelőre három klub délutánunk volt, és jövőre szeretnénk elindítani ezt havi rendszerességgel. Honnan tudnak tájékozódni erről majd a kedves nézők? Hirdetitek valahol ezeket a klub délutánokat? A közösségi oldalakon, ahol azt gondolom, hogy a legtöbb ember tudjuk megszólítani, illetve elérni, és aztán a készülő honlapunkon majd, amit szintén ott tudnak megnézni, mondjuk a Facebook per gondolkodás maga oldalon. Van-e valami központi témája esetlegesen a következő klub délutánnak, most, hogy ugye a karácsony felé közeledünk, terveztek-e valami olyan jellegű játékot, ami erre fókuszál? Azért is terveztünk most egy kézműves foglalkozással egybekötött délután, hogy akik oda eljönnek, azoknak ne kelljen gondolkodni, hanem meg lehessen nézni, hogy na mi az őt lesz szívesen a gyerek, mi az, amit őt megragadja, hiszen minden gyerek másképpen gondolkodik, mindenkinek más a gondolkodási stratégiája, van, akik inkább vizuális típusok, van, akik jobban szeretnek tevékenykedni, van, akik a cselekvésben találnak örömöt, és ott nem kell kitalálni, hanem meg kell nézni, hogy, és utána szívesen adunk tanácsokat, ami a gyerekre szabott tanács természetesen, illetve az ő problémájára is tudunk megoldást találni a játékokon keresztül. Köszönöm szépen, Jutka, hogy a vendégünk voltál. Nagyon szívesen. És buzdítom kedves nézőinket, hogy aki kedvet kapott a játék délutánon való részvételhez, az látogasson el a galgahévizi művelődési házba a következő alkalomra. További sok sikert kívánok Köszönöm nektek! Köszönöm szépen! Közeledik a karácsony, és a domonyiak is nagyon lelkesen készülnek rá. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Tantó Csabát, domony polgármesterét, és Kisné Gyúró Ilonát, képviselőasszonyt, illetve tanítópedagógust. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. Polgármester úr, kérem, meséljen nekünk arról, hogy hogyan zajlik önöknél az adventi készülődés, milyen program csomaggal várják az érdeklődőket? Hát az advent nálunk már hagyomány. Ezt az Evangélikus Egyház szervezte 2 évvel ezelőtt, és idén technikok miatt nem tudták megtartani, ezért az önkormányzat átvette a szervezést, és hogy ne szakadjon meg a hagyomány, ezért mi próbáljuk ezt lebonyolítani. Sági Balázs, evangélikus lelkész fogja megnyitni, és helyi fellépőkkel kedveskedünk majd az útlévőknek. Hogyha végigmegyünk az eseményeken, milyen programokból áll össze maga ez a készülődés? Említettem, hogy helyi fellépők lesznek, evangélikus női kar, evangélikus ifjúsági énekkar, nyugdíjas klub, Potvoszki Anita, hagyományőrző klub és az általános iskola diákja és tanárjai fognak fellépni. Akkor, ha jól értem, a domonyi csoportok nagyban kiveszik a részüket a vendégeknek a szórakoztatásából, és ugye az egyházzal közösen történik ez a dolog. Milyen kedvességgel várják a megjelent vendégeket? Lesz-e valami falatozás, valami finomság? Igen, hát meleg tea, meleg bor, kürtös kalács, és még nagyon sok olyan dolog, amit a domonyi emberek saját maguk készítenek, és azt ott eladhatják. Ha jól tudom, akkor ugye itt a felnőtt programok mellett kifejezetten gondoltok a gyermekekre is. Milyen formában is? Igen, hát egybekötöttük a Mikulással, és Mikulás vonatot szerveztünk
aznapra, és 3 órát lesz itt, és vonatoztatja a gyerekeket. Hogy néz ki ez a Mikulás vonatozás? Milyen helyszíneket érint? Vannak ilyen karácsonyi dalok, stb. Ez Domony teljes mértében, tehát végig vonatoznak Domonyon. És hát több alkalommal, szerintem 3 órán keresztül nagyon hosszú idő lesz, amíg minden gyerek fel fog férni. Azt hiszem, hogy elég hosszú idő lesz nekik. És a Mikulás bácsi szaloncukrot osztogat a gyerekeknek, minden felszálló gyereknek. Ó, hát akkor nagyon nagy élmény lesz ez a vasúti körút a gyermekeknek. És ugye a karácsonyi vásárban pedig aztán a szülőktől majd kiharcolhatják az ajándékot a fa alá, mert hogy, ha jól tudom, többféle terméket meg lehet itt vásárolni. Igen, helyi emberek készítik saját dolgaikat, és ezeket árulhatják ott. Milyen jellegű kézműves dolgokra kell itt gondolni? Hát itt van karácsonyfatisztől kezdve végül is, szerintem minden. Mézes karács, minden. Minden, ami ehető, vagy használati gyár. Értem. Ezzel párhuzamosan ugye nem csak adventre készülődnek a domonyiak, hanem egy komoly pályázatot is folytatnak, ami egy aszódi gesztorságú pályázat a TÁMOP szervezésében. Mi volt ennek a pályázatnak a célja, illetve hogyan kerültek önök domonyiakként bele ebbe a pályázatba? Hát Aszód Város Könyvtára nyerte meg ezt a pályázatot. A pályázati kiírás egyik feltétele volt, hogy hátrányos helyzetű iskolának is kellett benne lenni, és szerencsére ezek mi lettünk, nagyon örültünk a lehetőségnek. Értem. Kik azok, akik részt vesznek, illetve kik a partnerek ebben a pályázatban? Az Aszódi Óvoda, Evangélikus Gimnázium, a Csengei úti Általános Iskola, és mi a könyvtár vezetésével. Hogyha Domonyon koncentrálunk, akkor ez a pályázat milyen módon jelenik meg önöknél? Hát ez nagyon jó kérdés. Úgy gondoltam, hogy elmondanám azért a pályázat címét, mert ez egy szép hosszú cím, megjegyezni sem tudtam. Egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztése az Aszódi Városi Könyvtár és partnerei szervezésében. Nagyon-nagyon szép cím, de nagyon egyszerű tartalommal rendelkezik a tanórán kívüli tevékenységek komplex megszervezésében. És a Domonyi Iskola összes tanórán kívüli tevékenységét tudjuk ebből a pályázatból most szponzorálni. Én úgy tudom, hogy a szakkörök Domonyban ugye korábban is ingyenesen működtek. Mi az, amiben ez a pályázat pluszt fog nyújtani önöknek, illetve hány gyereket érinthet ez a dolog? Hát 114 gyereket érint, és hát tényleg plusz jelent, mert a mai gazdasági helyzetben nagyon nehéz lenne finanszírozni ezeket a szakköröket, délutáni tevékenységeket, és nagyon örültünk ennek a pályázatnak, hogy ez így sikerült, és az iskola megnyerte. Polgármester úr, milyen összegekről beszélhetünk ebben a pályázatban? Hát közel 6 millió forintról beszélünk, ami nagyon-nagyon nagy segítség nekünk, mint önkormányzatnak. Milyen elképzelések vannak a szakkörök, illetve az események tekintetében, amit megvalósításra szánnak? Hát nagyon sok szakkör megvalósul ebből a pályázatból. Kiemelném a környéktúrát, az ECDL számítástechnikai szakkört. Most már 25 gyerekünk vizsgázik Gödöllőn, tehát ez nagyon nagy segítség, hogy finanszírozni tudja ez a pályázat. Illetve tömegsport, pingpong, tollas, foci bajnokságok, tehát a sport is jócskán kiveszi a részét, ügyes kezek, népművészeti foglalkozás, illetve a tehetséggondozás területén Kisvakon matematika tábor, és a másik fontos rendezvényünk a Nemzetiségi Hét, amit talán ezekből a keretekből tábor formájában is talán meg tudunk oldani a domonyvölgyi háborunkban. Nagyon reméljük, hogy tehát az anyagi feltétel meg lesz, és igyekszünk megteremteni a többi feltételt is. Nagyon fontos része még ennek a pályázatnak a könyvtárban megszervezett programok, ezeket témanapoknak hívjuk. Az egész általános iskola minden korosztályára témanapok lesznek, sorolnék néhányat, Mátyás király udvara, mesék születése, író-olvasó találkozó, rendhagyó irodalomóra.
Ezekkel a programokkal minden domonyi gyerek többször megfordul ebben az évben az Aszódi Városi Könyvtárban, egyben be is iratkozik a könyvtárba, és reméljük, hogy nagy százalék a szülőkkel is visszatért majd. Tehát az olvasóvá nevelés nagyon-nagyon fontos lesz. Nagy hangsúlyt kap ebben a pályázatban. Mi az, amit üzenének Domony lakóinak így a tévéképernyőn keresztül, hogyha itt az adventre, illetve erre a pályázatra koncentrálunk? Mindenkit nagy szeretettel várunk advent estéjén, és minél többen jöjjenek ki, gondolom, mert értük is tesszük ezt. És nem csak az adventet teszik értük, hanem a továbbiakat is, amit a pályázat gyümölcseként hoz majd magával a domonyi lakosok, gyerekek és ifjú tanoncok számára. Szememre szokták vetni azt, hogy én nagyon gyerekpárti vagyok, és egy képviselőnek az egész felnőtt lakosságot képviselnie kell. Én úgy gondolom, hogy most ezzel a pályázattal tényleg gyerekpárti vagyok. De az adventtel azonban nem. Azzal nem. Úgyhogy az adventi programokon minden évben minden korosztályt szeretettel várnak. És hát ha azt vesszük, akkor a szakkörök ugyan gyerekeknek szólnak, de nyilvánvalóan a felnőtteknek is jelenthet ez pozitívumot, hiszen a gyermekeik fejlődnek, illetve hasznosan töltik a szabadidejüket a Domonyban. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak. Mi is köszönjük. Mai adásunkban utolsó vendégünk, Antal Ágnes. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen, Barbara. Okleveles virágkötő, aki a Bagi Árvácskás virágüzlet tulajdonosa. És ma este azért érkezett el hozzánk, mert meg fogja mutatni nekem, és természetesen önöknek is, azt, hogy hogyan készül egy nagyon-nagyon egyszerű adventi tál. Hát hogyan is? Hogyan is készül? Téged foglak megtanítani erre a tálra. Készen nagyon, állok. Nagyon egyszerű dolgok kellenek hozzá. Gyertya, fenyőág, különböző termések, gyümölcsök, maradék karácsonyi díszek és egy kis csillogás. Ha jól látom, akkor ez mind olyan dolog, ami a háztartásban otthon beszerezhető, vagy egy kicsit kimegyünk az erdőbe, bókleszünk és begyűjtjük az anyagokat. Azért egyszerű a tál, mert ehhez különösebb vásárlás nem kell, különösebb dolog nem kell, hanem összeszedjük a háztartásba, és megkérjük a gyerekeket, hogy gyűjtögessenek nekünk. Kezdhetjük? Készen állok. Fenyő kell hozzá. Ez lehet bármilyen fenyőgaj, ez egy csodaszép, ez sajnos Magyarországon nem terem. De használhatunk normand fenyőt, használhatunk nagyon szép tiszafát, ezek nem potyognak. Használhatunk ciprusféléket. Én itt a gyertyára nem sajnáltam a pénzt, ez egy nagyon-nagyon szép míves gyertya. Igaz, nem az adventi színeket képviseli, de most igazodunk egy lakásdíszítéshez. Egy hangulathoz, egy ami hangulathoz, adott a szoba által. De elfelejtettük a tálat említeni, egy egyszerű aranytálat használunk, de használhatunk egy üvegtálat, egy porcelántálat. Ízlésének megfelel mindenki, pontosan. Tehát amit gondol. Tehát fölraktuk a gyertyákat, a fenyőgaljakat. Veszünk egy nagyon egyszerűen található platánkérget a parkból, vagy a kertünkből. Megkérjük a gyereket, hogy gyűjtsön nekünk. De például a vörös fakéreg van csak. Vörös hiszen. Fenyő is nagyon jó. Igen, nagyon jó. Veszünk mágubot, amelyet ősszel, mikor leszüreteltük és megpucoltuk, eltettük, és odafigyeltünk arra, hogy megvágjuk. A következő az a toboz. Ez a toboz, ez egy fekete fenyőnek a toboza. Ez egy direkt ilyen kicsi toboz. Ez nem nő nagyobbra. Uh-huh. Ezt gyűjtjük az erdőben, vagy a kertben. Ha az erdőben gyűjtjük, akkor engedélyt kérünk az erdő tulajdonosától, mert ma már sajnos engedély kell hozzá. Gesztenye. Hát ezt a gyerekek előszeretettel gyűjtik. Ha még megmarad a gesztenye és, babákból néhány és ha közben darab. Figyeled, nem csinálok semmi más, csak rakosgatok. Pakolod. Pakolom. Szépen szimmetrikusan, vagy kevésbé így szimmetrikusan. Így van, pontosan. Én szeretem az adventi tálaknál és a koszorúknál a szimmetriát. Dió. Hát ez minden háztartásban megtalálható, és ilyenkor törjük a diót, és odafigyelünk arra, hogy gyönyörű felesek legyenek. Ezt de akár még fahéjat is rakhatunk mellé, ha éppen az van otthon, így van. A mézes kalácsra készülve. Fahéjat, szegfűszeget, ezeket beleszórhatjuk az illat miatt. Alma. Ezt beszéltük, hogy az alma a termékenység, a jó egészség szimbóluma.
de beletehetünk egy nagyon-nagyon pici narancsot, mandarint. Én itt ugye a kicsit használtam, és nem a nagyot. Van valami jelentősége annak, hogy azokat úgy előre helyezed el? És tulajdonképpen hát teljesen mindegy, ahogyan éppen érzi ahogy az ember. Éppen érzi az ember, de látod, szimmetrikus legyen. Oda tehetjük, kicserélheted. És mikor a gyermeket bevonod, akkor ezt a gyermekkel együtt készíted. És mikor eleszik egyet onnan, akkor csak oda teszem a következőt. Másikat a következőt. Én egy nagyon picit kifényesítettem, és a gesztenyéket is ki lehet, még meg is lehet fordítani, hogy a fény ráessen. Én nagyon ez szeretem a különleges tobozokat. Ez egy ciprusfélének a toboza, ez nálunk is megterem. Én össze szoktam szedni. Egy másik érdekesség a gubics. Hát a gubicsot azt a tölgyfa erdőbe gyűjtjük, közben a gyermeknek elmesélhetjük, hogy ezt a darázs csinálja, és ebben nől meg a darázs. Ez egy betegsége a tölgyfának. Ő a platánnak a termése. Uh-huh. Önála az az egyedüli van, hogy nem szabad megsérteni, mert száladzik, és az nem jó. Szinte készen vagyunk, csak a mogyorónk hiányzik. Ha gondolod, elhelyezheted a mogyorókat. Mogyoróval meghintjük az adventi tálunkat. Ahova gondolod. Így van. Igyekszünk minél több helyre. Könnyen hozzáférhető legyen a szélén. A vendégeknek, így van. Szeretne csemegézni. Így van. Az esti beszélgetések közben. Én úgy gondolom, hogy elég is. És a maradék a dolgok, a díszek. Ez, pedig szinte már egész egységet alkot, nem is annyira hiányzik. Hiányzik, de adjunk egy kis fényt neki. Adjunk. Ezek maradékok, soha ne dobjuk ki a maradék boát, mert mindig felhasználhatjuk. Én azért szeretem ezeket a fényes dolgokat, mert a karácsony a fényességről szól, a fényről, az örömről, azt, hogy megszületett a kis Jézus, és eljött közénk. Füzérharang. És harangok jelzik az érkeztét. Így van, pontosan. És szinte kész is a tál. Megigazítjuk a gyertyákat, mert az fontos. Ez egy nagyon jó gyertya, ez szinte befelé ég. Magyar gyertyakészítő terméke. Tehát és nem is kell attól tartanunk, hogy esetlegesen kigyulladnak a... Azért nagyon-nagyon odafigyelünk rá, mert minden gyúlékony. A toboz, a fenyő... Minden felügyelet nélkül egyébként nem hagyjuk az adventi koszorút. Picit rázunk, és te fogod majd megszórni, kezedre kell önteni, és majd megsózod. Értem. És egy nagyon picit fújunk, odafigyelünk arra, hogy az ehető dolgokat nem, és a fenyő se igazán szereti ezeket a dolgokat. Gondolom az sem árt, hogyha a gyertya kimarad belőle. Nem, gyertyára szórhatsz. Nyugodtan. De a fénynél? Igen, igen, nyugodtan, bátran. Ó, de jól néz ki. Bátran, bocsánat, keresztbe nyúlok. Így, bátran. Csodaszép. Ennyi az adventi tál. Ezekben a tálakban bármit bele lehet tenni. Egyetlen egy dolog van, a tál, a gyertya, a fenyő. A többi a mi fantáziánk. Készítsd el otthon te is. Mindenképpen meg fogom próbálni, és javasoljuk kedves nézőinknek is, hogy kreatívkodjanak, és szedjenek össze mindent, amit csak találnak kinn a kertben, a konyhában, vagy akár a bárszekrényben egy-egy eldugott csemegét mégis pakolják az adventi tálra. Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! Boldog karácsonyt! Önök a Porta 23. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom Önöket a továbbiakban is új témákkal, különös tekintettel a közelgő karácsonyra. Viszontlátásra!